Köszöntöm Önöket, Melitta vagyok. Mai műsorunknak igen érdekes témája lesz, ami nem más, a reinkarnációs utaztatás. Ebben lesz vendégem és segítségemre Kollár Erika. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. És érdekelne, hogy valójában miért van erre szükség? Mi is ez a reinkarnációs utaztatás? Hát akkor szedjük szét ezt a kifejezést egy kicsit szerintem. A reinkarnáció az ugye azt jelenti, hogy több életet élünk, mindig újra születünk. Meghalunk, újra születünk. Na most ezek alatt, az idők alatt, amikor élünk, akkor ugye ott az életekben történnek velünk mindenféle dolgok, jó és rossz dolgok. Érzelmek dúlnak bennünk, és bizony azok az érzelmek és azok a dolgok, azok a történetek, amiket nem sikerül az adott életben megoldanunk, azt visszük magunkkal. Ezt sokan nem tudják, de cipeljük. És az a jelen életünkben ott van az auránkban, és sajnos betegségeket okozhat, fájdalmakat okozhat, és az élet egyéb területein hátráltat. Úgy érezzük, hogy toporgunk, nem jutunk előre, megrekedünk valamiben. Hát ha ilyenek történnek velünk, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy miért is van ez, mi történt. Szerencsés az, ha van valakinek olyan hozzátartozója, vagy olyan közegben mozog, ahol ezt felismerheti, vagy felismertetik vele. Igen, és nekem az a tapasztalatom, hogy ha valaki megreked, vagy problémája van, és ez a feladata, hogy így oldja meg, akkor biztos, hogy lesz körülötte olyan ember, aki rá segíti erre az útra, ide tereli. Szüksége van erre az embernek? Hogy érzed? Én úgy érzem, hogy igen, nagyon jó hatással van az emberre. Az, hogy kinek van rá szüksége, szerintem mindenkinek, de nem mindenki érett rá. Nagyon jó hatással van a lélekre. Az az érdekessége, hogy bármilyen csúnya történetet utazik is meg az ember, utána mindig rebdesre távozik. Tehát megkönnyebbül. Hallottam olyanokat vissza, hogy mintha mázsákat tett volna le. Nehéz súlyokat hagyott ott. És ugye ez látszik a kedély állapotán, és ami még a fontos és az érdekes, hogy ez több napig, hetekig kitart. Mi a különbség a hipnózis és a reinkarnációs utaztatás között? Tudomásom szerint hipnózis során a hipnotizált paciens nem emlékszik a történtekre. A reinkarnációs utaztatás során tudattánál van az utazó személy végig, és mindenre emlékszik, sőt, még napokkal, hetekkel később is jöhetnek föl képek, érzések, érzelmek, kis mozaikok, és lehet a helyére illeszgetni őket a jelen életben is. Ez nagyon jó. Kiknek ajánlod, milyen korosztálynak? Mert gondolom azért ez fő szempont lehet. Igen, 18 éves kor alatt nem szabad. Nagyon-nagyon ritka kivételek vannak, de azt inkább nem, tehát 18 éves kor fölött, és onnan kezdve bármilyen korosztálynak, aki úgy érzi, hogy neki ez segítséget jelent, vagy érdemesnek tartja arra ezt a történetet, hogy kipróbálja, bárki jöhet, akinek problémája van. Milyen módon történik egyfajta reinkarnációs utaztatás? Gondolom kell ehhez egy helyiség, egy nyugodt helyiség. Telefonokat nem hiszem, hogy nem kell kikapcsolni, mert elsődleges a csend, a béke, a nyugalom. Ez így van. Amit az előkészületekről tudni kell, az az, hogy egy végtelenül békés, nyugodt, lehetőség szerint zajmentes helyre van szükség, és ebbe igen beletartozik a telefonok kikapcsolása, még csak nem is lehalkítása, hanem kikapcsolása. Ennek az lenne a lényege, hogy azt az időt szánjuk rá, szánjuk magunkra. Szánjuk azt a 2-3 órára, egyébként minimum szükség van rá, és ez inkább 3, mint 2. És nagyon fontos az, hogy ezt az időt az ember szánja magára, ez róla szól, az utazóról. Az utaztató az csak segítséget nyújt, vezeti végig ezen az úton, de ez róla szól, és ezt mindenki igenis vegye tudomásul, hogy szánja magára ezt az időt.
Miért fontos az, hogy ezt egy utaztatóval végezzük, vagy egy hozzáértő szakemberrel? Ha valaki saját magának próbálna, akkor elindulna, vagy elterelődne a figyelme, vagy elindulna más irányba, amiben mondjuk nem célszerű? Ez is előfordulhat, és az is, hogy ehhez azért kell bizonyos fokú tudás. Mi szimbólumokkal dolgozunk, tudni kell, ez egy keleti technika. A szimbólumok védelmet nyújtanak mind az utazó, mind az utaztató számára. Ez nagyon-nagyon fontos, ezért sem tanácsos egyedül megpróbálni ilyet. Na most az ellazulásban szintén jól jön a segítség. Biztos vannak emberek, akik meg tudják ezt spontán csinálni maguk is. Nem hiszem, hogy ez annyira jó ötlet. Tudok arról, hogy interneten kerintek gyakorlatilag folyamatosan leírt technikák, tehát folyamatában leírva, hogy mit kell csinálni. Én semmiképpen nem javaslom ezt egyedül kipróbálni. Megrekedhet a tudat, nem biztos, hogy föl tudja dolgozni, amit lát. Elkavarhatunk érzéseket, érzelmeket. Úgy van, azért itt lehetnek véres történetek is. Ez nem arról szól egy ilyen utazás, hogy én voltam-e Mátyás király, vagy éppen Stuart Mária, vagy bárki. Ez arról szól, hogy a bennünk lévő blokkokat megpróbáljuk feloldani. Igen, mondjuk egy guillotine halált elszenvedett utazás nem biztos, hogy ugyanolyan élménnyel tölti az embert, mint amiről az imént beszélte, hogy mondjuk ő volt Mátyás király. És ezt fel is kell tudni dolgozni. Ami még fontos, az a technika, amit egy utaztató nyújt, az utazó és az utaztató számára lévő védelem azt is magában foglalja, hogy nem enged olyan képeket és olyan érzéseket följönni az utazóból, amit nem tud ő feldolgozni. Tehát ezek a szimbólumok. Igen, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy a szimbólumok révén élvezünk egy ilyen védelmet, hogy csak olyat látunk, csak olyat tapasztalunk meg, amit fel tudunk dolgozni, túl tudunk lenni rajta, helyére tudjuk illeszteni. Nem kapunk olyat, amit nem. Milyen ruhába célszerű mondjuk ehhez megjelenni? Kényelmesben. Tehát tudni kell azt, hogy itt 3 óráról van szó, ami a folyamat az fekve történik, tehát az utazó az fekszik, mozoghat közben, nem kell vigyázva mozdulatlanul, mozoghat közben, de fekve történik, tehát kényelmes ruhába. Most, ha valaki munkából jön és olyan az öltözéke, természetesen kap lehetőséget átöltözésre. Mennyire célszerű erre úgy felkészülni, hogy mondjuk, ha elmegyünk egy orvoshoz, akkor előtte lezuhanyozunk, akkor készülődünk, tehát úgymond agyilag is ráhangolódunk, a testünket is ráhangoljuk. Erre is kell ilyen? Az embert hajtja a kíváncsiság, főleg először, első alkalommal. Különösebb előkészületet nem igényel. Szerintem az emberek inkább izgatottak, hogy jaj, mi fog történni, mit fogok látni. Aztán a második, harmadik alkalommal már tudja, hogy hát nem mindig jó képeket lát, viszont jól fog eltávozni, tehát jó érzésekkel. Kivétel nélkül mindenki jó érzéssel távozik el? Vagy ha problémák voltak, azokat fel tudjátok úgy oldani, hogy, vagy megbeszélni, hogy akkor jó érzéssel távozzék? Tőlem eddig még mindenki jó érzéssel távozott. És hozzáteszem, volt jó néhány véres történetem már, és ettől függetlenül még napok múlva is beszéltünk az illetővel erről, hogy milyen érzések vannak benne, vagy egyáltalán hogy van most. Név nélkül erről tudhatnánk egy keveset? A történetről? Aha. Hát hogyne, volt egy olyan utazóm, aki nagyon rövid ideig élt, és ebben a rövid élettartamban az történt vele, hogy eladta őt az édesapja, nem derült ki, hogy miért, de eladta, gyakorlatilag kurvának. Bezárva tartották, és gyerekről beszélünk, tehát kisgyerekként került oda, bezárva tartották, ütötték, verték, bántották, éheztették, aztán felnőtt, 20 éves koráig élt, 21 néhány éves koráig, és gyakorlatilag folyamatosan megalázták, folyamatosan bántalmazták, prostitúcióra kényszerítették. Ezt borzasztó rosszul élte meg, nem tudta lelkileg kezelni, és gyakorlatilag öngyilkos lett, mégpedig olyan módon, hogy összetört egy üvegpoharat, és a szilánkot lenyelte.
Na most azokat a fájdalmakat, amik ott előjöttek, nem volt könnyű. És megbirkóztunk vele. Mennyire volt ez befolyással a mostani életére? Mármint a régi eset. Párkapcsolatában netán olyan blokkok voltak, vagy akár a szexuális életében? Hiszen a gyerek téma. Azt tudni kell, ugye nagyon többen küzdenek a gyerek témával, hogy elvileg egészségesek, vagy orvosilag azt mondják, hogy egészségesek, és mégsem jön össze a baba. Hát ilyen esetben nagyon-nagyon ajánlott ezt az utazást kipróbálni, ugyanis ha valaki megél egy ilyen életet, és hozhat egy olyan döntést az élete során bármikor, hogy na ilyet aztán többet nem. Vagy ha egy olyan dolog van, hogy mondjuk belehal a szülésbe, csinálnak neki egy gyereket, amit nem akar hasonló módon, hasonló életben, és ő nem akarja azt a babát, és akkor is hozhat egy olyan fogadalmat, hogy na ő ilyet aztán soha többet nem. Ezt a tudat úgy tárolja, és ez úgy jön elő jelen életben, hogy még párkapcsolata se biztos, hogy lesz normális, hogy még csak a gyerekszülés lehetőségét is elkerülje, de minél messzebbre. Így zajlik, tehát az életünk az nem annyira bonyolult, mint amilyennek mi tudni szeretnénk, hogy az. Nem véletlenül nem emlékszünk bizonyos dolgokra, bizonyos életekre, hiszen elég nehéz lenne úgy elviselni azokat a megtörtént eseményeket, eseteket, amiket nem elég, hogy akkor sem tudott az ember feldolgozni, vagy nehéz volt megélni, hát a mostani életben még a plusz. Én azt szoktam egyébként mondani, hogy ami most jelen életben nem fáj, nem bánt, nem okoz problémát, nem hátráltat, azt ne bolygassuk. Ami viszont igen, azt jó letenni. Hiszen amikor így az utazás során feljönnek ezek a blokkok, olyan gyönyörűen föl lehet oldani, le lehet tenni. És szeretnék beszélni arról is néhány szót, ha megengedett, hogy mi az, hogy letenni egy problémát. Amikor az már nem okoz érzelmet. Amikor úgy tud beszélni róla, hogy már nem rendül össze, már nem remeg, már a hangja sem remeg, a keze sem remeg. Amikor már úgy tudja kimondani, hogy azt érzi rajta az ember, hogy agyon unom magam, és kit érdekel ez, na akkor biztos, hogy elengedte a problémát. És az már nem fog többet gondot okozni. Nagyon sok kérdés merült fel bennem. Egyik az, hogy rengeteg pánikbeteggel találkozom nap, mint nap, vagy fóbiásokkal. Nekik is javallok? Én mindenképpen javaslom, mert nagyon szépen föl lehet oldani azt az adott dolgot, ami a pánikbetegséget, fóbiát okozza. Hiszen azt is érzelmek okozzák, elfojtott érzelmek. Ha azok kijönnek, akkor az oldódni fog. Nem biztos, hogy egy alkalommal megoldjuk ezt, de egy 3-4-5 alkalommal már jó eredményt lehet elérni. Azt is tudni kell, hogy ezek a történetek, ezek ott vannak bennünk, és ha úgy nézünk rájuk ezekre a történetekre, ahogy azok valójában voltak, kicsit úgy Bridget Jones-osan, szóval ahogy volt, meg ahogy van, akkor az utána már nem okoz félelmet, nem okoz pánikot. Hogy jött neked az ötlet, hogy ezt megtanuld, aztán alkalmazd? Hát engem ez nagyon-nagyon régóta érdekelt, és ami az érdekes, először a hipnózis érdekelt, és valahogy az élet úgy sodort, hogy soha nem került rá sor, hogy engem hipnotizáljanak. Aztán minden egészségügyi problémából fakadóan találkoztam egy energetikai irányzattal, és én elkezdtem tanulni. És ott esett szó erről, hogy ezt végül is, ezt is meg lehet tanulni, magát az utaztatást. És én megmondom őszintén, engem hajtott az is, hogy én magamat tudjam utaztatni. Nagyon nagy élmény, de nagyon-nagyon nehéz. Tehát az, hogy az ember 3 órán át kitartóan figyeljen, és gondolom fárasztó is egyben. Nagyon fárasztó, és amikor a szívem szakad meg néha a paciensér is, hogy bele kell nyomnom a fejét a lecsóba ahhoz, hogy utána jó legyen neki, és most lehet, hogy 2 percig sírni fog megzokogni, de utána happy lesz, na most ezt az ember csinálja meg saját magával.
Igen, és magunkkal azért úgy elfogultabbak vagyunk. Vannak a nem szeretem dolgok, amikről nem szeretünk beszélni, sőt, ezeket bizonyára nem is szeretjük felhozni. Ez így és van. Gondolom ebben is segít az a bizonyos vezető, vagy reinkarnációs utaztató, hiszen az kikaparja onnan alulról még azt a kis fekete koszt, és felkavarja az állóvizet, ami nekünk a jövünket szolgálhatja. Van-e olyan tudomásod erről, hogy nem javaslod olyan embernek, aki mondjuk szívbeteg, vagy komoly szívritmus zavarral küzd, netán komolyabb cukorbetegeknek, vagy ez javasolt mindenkinek? Nem. Amit erről tudni kell, az az, hogy a pacemakert, aki használ, annak nem javasolt, mert kiütheti a pacemaker. Tehát bezavarhatja, és az igen, nem jó. Igen, ezek az emóciók, hiszen az ember, mikor megél valamit, más szívdobogás, mondjuk egy lassult állapotból egy szapora szívverés, vagy bármi lehet. Igen, úgyhogy nekik semmiképpen nem. Azon kívül olyan betegeknek, akik a depressziónak olyan fokozatán állnak, hogy tudatmódosító gyógyszereket szednek esetleg, hát vagy kedélyjavítókat. Ott már nem önmaga. Igen, tehát nekik semmiképpen nem szabad utazni. Sőt, rengeteg gyógyszer egyfajta hallucinációt is okozhat. Így van. Vagy akik füveznek, netán. Igen, hiszen akik ilyen gyógyszereket szednek, a gyógyszer pontosan azt nyomja el, amit mi utaztatók megpróbálunk felszínre hozni. És ez a kettő nagyon üti egymást. Már nem természetes, gondolom. Így van. Azon kívül tudni kell azt is, hogy ha valaki rászánja magát arra, hogy utazzon, előtte 4 napig legalább alkohol tartalmú italok, ételek és drogfogyasztása szigorúan tilos. Tehát ezek is ugye módosítják a tudatot, és... Persze előhozhatnak olyan kreált képeket, amelyek nem valósak, de viszont valósként éli meg az adott személy. Igen, igen, úgyhogy semmi. Volt már olyan, aki rosszul lett közben? Mit értesz rosszul lét alatt? Például egy reinkarnációs utaztatás kapcsán a megélt dolgokkal paralel egyfajta olyan testi, fizikai rosszul létet tapasztalt. Most gondolok itt görcsre, gondolok itt, tehát szó szerint falfehérlet leízott. Tehát fizikai fájdalmak bekapcsolhatnak, ebben is segítünk, pár perc alatt meg tudjuk azt csinálni, hogy ugyanúgy a fizikai fájdalom ki is kapcsoljon. De találkoztam már olyannal, hogy bekapcsolt a fizikai fájdalom kőkeményen, megoldottuk, és azóta sem jött elő. Pedig akkora tiltakozás volt az illető részéről, hogy ő meg is mondta, ő ezt, aztán nem. Aztán végül mégis, és azóta sem jött elő neki ez a fajta fizikai fájdalom, egy súlyos migrénről volt, van egyébként szó például. Nagyon sok ember szeret például a barátjával, barátnőjével menni ilyen helyekre. Mennyire javaslod, hogy mondjuk kíséretben, vagy kísérettel menjen? Én szerintem ez egy személyes, nem? Ez kettő személyes, tehát utazó és utaztató. Bezavar az, ha valaki ott a váróba? Nagyon. Van. Ugyan nagyon bezavarhat. Ez abban is, hogyha amíg leviszed egy nyugalmi állapotba, abban is bezavarhat, tehát késleltetheti azt a fázist? Szerintem igen, és ez azért sem javasolt, mert nagyon fontos itt az őszintesség. Azért itt lehetnek olyan képek, olyan események, amit nem biztos, hogy szívesen osztunk meg másokkal. Azon kívül, ha ismerősünk kísér, ugye az lehet, hogy ő szerepel a mi képünkbe, és lehet, hogy nem annyira jó szereplőként van ott jelen, mint mondjuk a mostani életünkben. És ez akkor így nagyon zavaró tényező tud lenni. Tudjuk azt, hogy célszerű előtte felkészülni. Tudjuk azt, hogy a telefonokat ki kell kapcsolni, nyugalmi állapot, kellemes, tehát egy laza ruhát kell ölteni magunkra, de akinek nincs, az ott kap, vagy valami megoldást találtok rá.
mennyire befolyásolja a szemét, ha keresztbe teszi a lábait vagy a kezét? Mert mondjuk azért 3 órán keresztül én biztos, ahogy ismerem magam, mondjuk el vagyok fél órát alszom, másik felet még hozzáadjuk, és utána elkezdek fészkelődni, ami azt jelenti, hogy tehát különböző ilyen pózokat vesz föl az ember, hogy keresztbe teszi a kezét, kasul, tehát ez mennyire befolyásolja az energiaáramlatot? Nem, ezt a ami technikát alkalmazom, nem befolyásolja, keresztbe lehet tenni kezet, lábat, az elején nem, de utána én szólok, amikor lehet mozogni, tehát megmozdulhat az utazó személy. Egy rossz hírem van, nem tud aludni. Aha. Tehát bármilyen hihetetlen, nem fog tudni aludni, tehát azért ott kőkemény társalgás folyik. Tehát megbeszéljük. Tehát nem hagyják bealudni. Aha. Nem is tud. Hát ő ott képet lát, érzelmek jönnek föl, és ott szórakoztatva van folyamatosan, tehát nem hiszem, hogy nem találkoztam még olyannal. Volt már arra példa, hogy mondjuk egy ember, akinek az életében jelen van a másik, tegyük fel, családtagja, szerelme, teljesen mindegy, valaki, hogy azzal utána bizonyos megélt dolgok miatt nem áll szóba? Az ellenkezőjével találkoztam. Kapcsolatokat lehet rendbe tenni ezzel a technikával. Utálom az anyósomat, de nem tudom miért, sose bántott. De rosszul vagyok, ha meglátom, fáj a hasam, hány ingerem van, ég a gyomrom. Hát miért? Megutazza a delikvens, kiderült, hogy hasba szúrta előző életében. Most viszont anyós nagyon jókat főz. És nem véletlen, hogy leszületik egyik a másikhoz. Így van. Azaz a külségében pontosan egyfajta karmikus ledolgozásképpen. Azok az emberek, akik körülöttünk vannak, főleg a családtagok, közeli barátok és közeli ismerősök, ők mind karmikus kapcsolat, és nem tudjuk, hogy mi indítja a piros gombot. Hát ez nagyon-nagyon érdekes volt. Esküszöm, hogy rászánom magam. Nem az időhiánya miatt húzom még az időt, hanem amiatt, hogy tényleg erre fölkészüljön az ember, és megígérem, azt is elmeséljük önöknek. Erikám, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és a sok érdekességet így a nézőknek elmesélted. Önöknek pedig javaslom, aki mondjuk olyan lelki blokkokkal, olyan fóbiákkal, vagy olyan lelki problémákkal küzd, amit eddig nem sikerült, vagy nem tudott valami miatt megoldani, de már próbálkozott vele, hogy keresse meg Erikát, üljenek le, beszéljék át. Aztán ő a tudója ennek a reinkarnációs utaztatásnak, próbálják ki. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen én is, hogy itt lehettem. Önöktől pedig búcsúzom, mielőbbi viszontlátásra.